Hare Krishna, folytatjuk a Rámaján felolvasását, és elérkeztünk a második fejezethez, Ráma és testvérei. Szokás szerint először a bevezető ráhangolódó mantrákat fogom elmondani, és utána a fejezetet olvasom föl. Umagyanati mirandasya gyananjanasya lakaya csakshuru militam yena tasmai shri gurave namaha nama om vishnu padaya krishna tishtaya bhutale srimake bhakti vedanta swaminiti namina namaste sarasvate deva gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi pachyatya deshattarine jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shivasari gaura bhakta vrinda. Ezt halljátok most egyébként, meg a repülőket. Szóval bocsánatot kérek itt a mindenféle zajokért, de hát ez egy ilyen környezet. Valamikor a legyek zümmögnek olyan hangosan, vagy a szél fúj, hogy hát ez van. De majd is már elfáradnak lassan. Vagy nem. Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya. Második fejezet, Ráma és testvérei. Teljesült hát Dasarat király vágya, és boldogan teltek napjai Ajódhiában. Alig várta, hogy fiai végre megszülessenek. Az áldozatra összesereglett királyok és brámanák már rég hazatértek a tengernyi ajándékkal és jókívánsággal, amit az uralkodótól kaptak. 4 évszak telt el, amikor aztán az égen szerencsés csillagok ragyogtak fel, Kausaljának megszületett áldott fia, Ráma. Ráma a teremtés ura volt, Kausalja azonban nem látott benne mást, mint saját szeretett kisfiát. Ahogy szorosan magához ölelte, anyai szeretetében sejtelmesen volt, hogy lótusz szemű gyermeke maga Isten. Ráma után Barata jött a világra, Kaikéi méhéből. Már a bölcsőben látszott, hogy hős vitéz lesz belőle, minden isteni erénnyel megáldva. Miután Szumitrának a 2 másik királyné egyaránt adott az ambróziából, Ikreknek adott életet, Lakshmanának és Szatrugnának. Mindkettőből vitéz harcos, remek fegyverforgató válik majd. A 4 kisfiú úgy ragyogott, mint a nap, hiszen mindannyian Visnu kiterjedései voltak. Születésük hírére a mennyekben rázendítettek az ég muzsikusai, a gandarvák, s a zene szóra táncra perdültek az apszarák, a mennyek tündérei. A felhők fölött megzendültek az üsdobok, és virágeső hullott a földre. Ajódhiá városát színpompás zászlókkal, illatos füzérekkel díszítették fel. Az utcák szempillantás alatt megteltek újongó emberekkel, s minden sarkon ének mondók dicsőítették Ráma és testvérei születését. Dasarat királyon madarat lehetett volna fogadni. Egész szekér deréknyi ragyogó drágakövet adományozott a brámanáknak, aztán pedig elrendelte, hogy szerte a királyságban főzzenek incsiklandozó lakomát, és vendégeljenek meg minden ember fiát. Vasista, a nagy bölcs, boldogan végezte el a névadó ceremóniát és a többi előírt szertartást. A testvérek közül Ráma tűnt ki a leginkább. Bőre a mennyek smaragdjának zöldes színében tündökölt, s arany ékszereiben olyan szép volt, hogy aki rápillantott, nem tudta többé levenni róla a szemét. Ahogy cseperedett, egyre inkább apja szolgálatának szentelte minden percét. Nagy örömét lelte az íjászatban, hamar megülte a lovat és az elefántot, és a szekérhajtás művészetét is megtanulta. Lakshmana már gyermekként is mérhetetlenül ragaszkodott bátyjához, Rámához. Szinte Ráma árnyéka volt, s mindig mindenben a kedvében akart járni. Ha nem volt mellette, Ráma nem evett és nem aludt. Mikor Ráma vadászni ment az erdőbe, Lakshmana a sarkában volt és óvta minden veszedelemtől. Satrugnát ugyanilyen ragaszkodás fűzte Baratához, és ők is elválaszthatatlanok voltak. Dasarat király olyan elégedett volt 4 fiával, mint Brahmá a mindenség 4 csücskét őrző félistenekkel.
A hercegek noha tigrisként emelkedtek ki az emberek közül, szelidek, bölcsek és körültekintőek voltak. Akarva sem lehetett volna olyasmit találni, amiben ne lettek volna dicsőségesek. Szívesen tanultak, és hamarosan az uralkodás minden csinyát, binyát kitanulták. Elérkezett az idő, amikor nem volt már mit tanulniuk többé, és a király azon kezdte törni a fejét, hogyan találhatna fiai számára méltó feleséget. Egy napon, amint éppen ezen töprengett, Visvá Mitra, a nagyhatalmú bölcs tobbant be a palotába. Jelentsétek a királynak, hogy Visvá Mitra, Gárdi fia áll az ajtaja előtt, parancsolta meg az ajtón állóknak. A bölcsből áradó ragyogás láttán az őrök ámulatukban szólni sem tudtak. Futva vitték a hírt Dasarat királynak. Dasarat szinte végig sem hallgatta őket, felpattant trónjáról és táncosaival az oldalán a palota kapujához sietett, hogy akárcsak Indra, amikor Brahmát köszönti, üdvözölje a bölcsen. Nagy tisztelettel a palotába vezette, leültette, és ő maga mosta meg a lábát. Összetett kézzel, örömtől borzongva aztán így szólt hozzá. Mint egy serleg mennyei nektár, mint a hőn áhított eső a sivatagban, mint a gyermekáldás a meddőszülőknek, mint az újra megtalált kincs, oly örömet okoz jöveteled. Mondd, ó bölcs, mit tehetek érted? Dasarat király tudta, milyen dicsőség övezi vendégét, hiszen Visvá Mitra nemes jellemének és szigorú vezekléseinek híre bejárta az egész világot. Arról is hallott, hogy varázslatos ereje szinte nem ismer határokat. Egyszer egy egész tucat csillagot teremtett, mely azóta is ott ragyog a déli égbolton. A király nagy megtiszteltetésnek vette, hogy szemtől szemben láthatja, és azon tűnődött, vajon mi szél hozta Ajódhiába. Lába előtt ülve, újra megszólította a szent életű vándort. Nincs senki, aki nálad jobban megérdemelné, hogy a szolgálatára legyek, és a legnagyobb szerencsémnek tekintem, hogy ellátogattál palotámba. Éjszakám fénylő napkeltével ért véget, hiszen a legkiválóbb brámon a bölcs áll előttem. Csak az, hogy látlak, olyan áldás, mintha elzarándokoltam volna az összes szent helyre. Szeretnélek megörvendeztetni valamivel, ó nemes bölcs. Kérj bármit tőlem, megadom, még mielőtt kimondanád. Vendég vagy házamban, akivel úgy illő, hogy istenként bánjak, ezért gondolkodás nélkül megadok neked mindent, amire csak vágysz. Visvá Mitrát megörvendeztették a király szavai. Ó tigris az emberek között, szólt. Méltó utódja vagy nemes őseidnek, és Vaszista, az isteni bölcs tanácsait követed. Elégedettél, tettél nyájas szavaiddal. Fogadd meg, hogy hű leszel ígéretedhez, és teljesített kívánságomat, ó igaz szívű. Visvá Mitra aranyos színű testét fekete őzbőr fedte. Kezében botját és vízesedényét tartotta. Ezen kívül az égvilágon semmije nem volt. Három napja rótta az utat megállás nélkül étlen szomjan. Küldetéssel érkezett. Tudta, hogy kérése úgy éri majd a királyt, mint a villámcsapás. A bölcs mélyen belenézett az uralkodó szemébe. Áldozat bemutatására készülök, mondta, de nem tudom elvégezni, mert két erős ráksasza, Maricsa és Szubáhu folyton borsot törnek az orrom alá. Mind a ketten az istenek és az emberek esküdt ellenségei. Az égen röbdösnek és bármilyen alakot magukra tudnak ölteni. Valahányszor az áldozat befejezéséhez készülünk, mindig megjelennek, a tűz fölött és húst dobálnak, meg vért öntenek bele, amivel mindent beszennyeznek. Hiába való minden igyekezetem. Keserűségemben otthagytam az egész áldozatot. Dasarat feszült figyelemmel hallgatta a bölcs szavait. Tudta, Visvá Mitra nem kereste volna fel őt, a föld uralkodóját, ha nem valami komoly dologról lenne szó. A ráksaszák veszélyes teremtmények voltak, és mindig ellenséggel viseltettek a szentekkel szemben. A királyhoz eljutott már a híre, hogy mostanában egyre több bajt okoznak, és most Visvá Mitra is erről beszélt. Ha megátkoznám őket, valamennyit el tudnám pusztítani, folytatta a bölcs. De nem tehetem, mert én vagyok az áldozat vezető főpap,
és nem szabad utat engednem a dühömnek. Kiegyensúlyozottnak és fegyelmezetnek kell lennem, és egy brámanának amúgy sem illik az ellenségére támadnia. A brámanák védelmezése mindig is a királyok és a harcosok szent kötelessége volt. Ezért arra kérlek, add nekem a legidősebb, legvitézebb fiad, Rámát. Ugyan fiatal még, de olyan erős, hogy bármelyik rákszaszán felülemelkedhet. A királynak még a szívverése is megállt, hiszen Ráma szinte még gyerek. Még sohasem látott valódi csatát. Igaz, erős és merész, de hogyan tudna szembeszállni a rákszaszákkal? Azok a gonosz, pokoli lények mindenféle boszorkánságra képesek. Dasarat elborzadt a gondolatra, hogy Rámát baj érheti. Visvámitra látta, hogy a királyt mennykő csapásként érték szavai, biztatni próbálta hát. Ne aggódj Rámáért, nem érheti veszedelem, amíg eljut az áldozat színhelyére, hiszen ott leszek mellette. A két ráksasza igencsak büszke az erejére, de az életemet teszem rá, hogy Ráma egy szempillantás alatt a más világra küldi őket. Engedd el velem csak 10 napra. Atyai szereteted ne tántorítson el kötelességed végrehajtásától. Fiad olyan áldásokat kap tőlem, hogy nem lesz nála senki híresebb a 3 világban, és a 10 nap elteltével visszahozom neked. A haja szála sem görbül, majd meglátod. Ó király, legyen hited a szavamban! A bölcs elhallgatott. Tudta, kicsoda Ráma. Meditációiban gyakran látta szívében a legfelsőbb urat, s most szemernyi kétségesen volt afelől, hogy Ráma ugyanez a legfelsőbb úr. Megértette, hogy Ráma földi kedvteléseinek része az is, hogy végez a démonokkal. Ő, Visvámitra pedig csupán eszköz az úr kezében, hogy ez a terv valóra válhasson. Dasarat halálsápadtan, lesújtva állt előtte, hiszen mit sem tudott arról, hogy Ráma Isten. A fájdalom szinte eszét vette, amikor arra gondolt, hogy elveszítheti kisfiát. Egész testében remegni kezdett, szíve összeszorult a bánattól, és ájultan zuhant a földre. Mikor végre magához tért, így szólt a bölcshöz. Az én lótusz szemű fiam még 16 éves sincsen. Hogyan szállhatna szembe a ráksaszákkal? Én magam fogok hadat üzenni azoknak a gonosztevőknek. Hatalmas seregem élén majd magam bánok el velük, csak ne vidd el Rámát, könyörgöm. Dasarat elkeseredetten próbálta rávenni Visvámitrát, hogy másítsa meg szándékát. Íjjal a kezemben utolsó lélegzetemig harcolni fogok, és elpusztítok minden ráksaszát, aki zavarni merészel az áldozat alatt. Ebben olyan biztos lehetsz, mint ahogy itt állok előtted. A ráksaszák becstelenek a csatában. Az én Rámám tapasztalatlan. Annyi minden van még, amit meg kell tanulnia. Nem képes felbecsülni, miben kiváló az ellenség és miben nem. Azt sem tudja, hogyan kell az égi fegyvereket használni, és ezek nélkül bizony nem lehet az ilyen ellenséget legyőzni. Siránkozott szánnivalóan. Mennyi hosszú, keserves esztendő telt el, mennyit imádkozott az égiekhez, még végül fia született, aki méltó rá, hogy kövesse őt a trónon. És micsoda fiú! Ráma oly csodálatos jellem mindenki szívébe belopta magát. Ráadásul hamarosan eléri azt a kort, amikor trónörökössé lehet avatni. Hogyan veszíthetné el épp most? Ráma nélkül egy percig sem tudnék tovább élni, folytatta könnyek között. Kérlek, ne vedd el tőlem, vagy ha mégis ragaszkodsz hozzá, kérlek, engedd meg, hogy én is vele tartsak. Seregeimmel körbeveszem az áldozati arénát, és távol tartom a démonokat. Mondjál mindent, amit csak tudsz erről a két démonról, ó bölcs, és én gondoskodom róla, hogy ne sokáig üzzék játékukat veled. Él valahol egy Rávana nevű ráksasza, szólt Visvámitra, akit Brahmá azzal áldott meg, hogy sebezhetetlen legyen. Ereje minden képzeletet felülmúl, és démonok hordáinak az élén sanyargatja a földet és a mennyeket. Amikor rettentő ráksaszái még arra is lusták, hogy személyesen hiújsítsák meg a szentek áldozatait, két hadvezérét, Máricsát és Szubáhút bízza meg a gonosz tettekkel. A királyba mintha villám csapott volna Rávana nevének hallatán. Még ha az istenek a gandarvákkal és a mennyek népével fognának össze, akkor sem tudnák legyőzni azt a démont, kiáltotta.
Hogyan szállhatnék hát vele szembe én, földi halandó? És hogyan állhatna ki ellene ráma? Egész seregemmel sem tudnám legyőzni Rávanát. Nem tudod, ó bölcsek bölcs, hogy a legkiválóbb harcosokat is úgy söpri le a csatatérről, mintha csak porszemek lennének? Dasarat király sokat hallott Rávana rémtetteiről. Sok-sok évvel azelőtt ez a démon ölte meg ősapját, Aranannyát is. Legyőzte az isteneket, sőt, egyszer még a hatalmas Jamarádzsal is megküzdött, és abból a viadalból is győztesen került ki. Csatába szállni vele annyi lett volna, mint önnön kezével véget vetni az életének. A király megragadta Visvámitra lábát. Hogyan hagyhatnám, hogy rám a kockára tegye az életét Rávanával szemben? Mondta elcsukló hangon. Én magam fogom seregeim élén megvédeni a szertartást, akár az életem árán is. Ráma itt marad. Szavai hallatán Visvámitra haragja fellángolt, mint az áldozati tűz, melyre tisztított vajat öntenek. Uralkodó, te nem bízol bennem? Hogy merészeled visszautasítani a kérésem? Minden királynak és harcosnak kötelessége, hogy tisztelje a brámanákat és engedelmeskedjen nekik. Ez a szent törvény. Szavadat adtad, hogy teljesíted, amit kérek. A bölcs szeme szikrákat szór dühében, ahogy folytatta. Szentül megfogadtad, hogy teljesíted kérésem, és most mégis megtagadod? Szégyent hozol őseidre, és egész családodat romlásba taszítod. Ha még ez sem bír jobb belátásra, hát ég veled. Éj békében szeretteiddel, sose bánt, hogy megszegted szavad. Visvámitra tajtékzó dühétől megremegett a föld, és még a félistenek is reszketni kezdtek rémületükben. A bölcs Vasista tudta, hogy ha Visvámitrát magukra halagítják, átka nyomán bizony kőkövön nem marad. Így hát a király fülébe súgta. A napkirály leszármazottja vagy, maga a megtestesült erény. Nem méltó hozzád, hogy letérj az igaz útról. Mindig is hű voltál fogadalmaidhoz, s híres vagy arról, hogy mindig az igaz oldalon állsz. Védj erőt magadon. Ha nem teszed meg, amit ígértél, hiába volt minden jámbor cselekedeted. Engedd el Rámát Visvámitrával. Akár jó fegyverforgató, akár nem, a bölcs meg fogja védeni. Vasista is tudott Ráma küldetéséről, így aztán elmesélte a gyötrődő királynak, milyen emberfeletti hatalommal és milyen felfoghatatlan tudással bír Visvámitra. Hajdanán, mondta, amikor Visvámitra egy birodalom fölött uralkodott, Sívától azt az áldást kapta, hogy ami égi fegyver csak létezik, mindennel bánni tudjon. A bölcs most alig, hanem átadja Rámának ezt a tudományt. Ő maga is végezhetne a ráksaszákkal, azzal, hogy magával akarja vinni a herceget, Rámának akar jót. Dasarat még mindig kételkedni látszott, remegő kezeit összekulcsolta, úgy könyörgött Visvámitrának, hogy essen meg a szíve rajta, s közben hullott a könnye, mint a záporeső. Vasista ekkor félrevonta a királyt, és titokban elmondta neki, hogy kicsoda Ráma. Visvámitra látogatása isteni elrendelés győzködte a királyt, és a világ javát szolgálja. Semmi okot félelemre, nyugodt szívvel elengedheted vele Rámát. Dasarat király ámulatában szólni sem tudott. Az ő szemében Ráma csupán szeretett gyermeke volt, akit óvnia, védelmeznie kell. Hogy is lehetne ő a legfelsőbb isten? Dasarat Vasistára nézett, Vasista pedig csendben állt a pillantását. A bölcs nem hazudhatott. Dasarat erőt merített tanítómestere szavaiból, s nem ellenkezett tovább. Nehéz szívvel bár, de beleegyezett, hogy Ráma Visvámitrával menjen, a bölcs pedig megengedte neki, hogy Lakshmanát is elküldje Rámával, hiszen tudták jól, Lakshmana sohasem engedné, hogy Ráma nélküle induljon csatába. Dasarat király ekkor hivatta két fiát. Feleségei könnyes szemmel nézték, amint mindkettőt megöleli, és Visvámitra gondjaira bízza. Szolgáljátok ezt a bölcset, mintha engem szolgálnátok. Drága fiaim, imádkozni fogok, hogy épségben hazatérjetek. És most menjetek, áldásom legyen veletek. A palota népe a város kapujáig kísérte a fiúkat. Amikor elváltak tőlük, Vasista áldó himnuszokat és imákat énekelt. Az égből virágeső hullott, és a város kagylókürtök zengésétől, üsdobok morajlásától vízhangzott. Ráma és Lakshmana ott lépkedtek az elégedetten mosolygó Visvámitra mögött, s lassan elérték a birodalom határát.
Szüleik és alattvalóik addig kísérték őket tekintetükkel, míg csak el nem tűntek a látóhatáron. Hamarosan következik a harmadik fejezet, harc a rákszaszákkal. Rámaján Ki Jai, Krishna Darmadász Ki Jai, Jaini Tájgóra Prémanandé, Hari Haribol, Kóra Bakta Vrinda Ki Jai. Köszönöm, hogy meghallgattál, és hamarosan jelentkezünk a folytatással. Hari Haribol.